pünkösd ünnepére. Négy helyszínről négy püspök, egy lélekkel egy üzenetet fogalmaz meg. Összegyűltek azon a helyen, egyszer csak heves szélvész támadt, lángnyelvek oszlottak szét, és betöltötte őket a Szentlélek, és elkezdtek nyelveken beszélni. Az összegyülekezés az embernek belső igénye, ezt most különösen is tudjuk, amikor szét voltunk osztva, távolságtartással szabad csak összejönnünk, de nagyon vágyunk arra, hogy együtt lehessünk. Mert az Isten szent lelke indít bennünket erre az összetartozásra. Az az Isten, aki maga is közösségben él, Atya, Fiú, Szentlélek, Szent Háromságos közösségben, belénk ültette a közösség iránti vágyat. És amikor szeretjük a másikat, amikor örülünk a családunknak, amikor a barátokkal örömmel vagyunk együtt, amikor vágyunk arra, hogy összejöhessünk, akkor a lélek indít bennünket erre. Amikor Bábelben összejöttek az emberek, a cél az volt, hogy naggyá tegyék magukat. És az eredmény az lett, hogy az Isten összezavarta a nyelvüket és szétszóródtak. A pünkös eseménye összegyűjt bennünket. És ez nem csak belső késztetés, hanem az Isten részéről elvárás is. Pünkösdi lélek összefog bennünket, nem csak a felekezeteket, hanem minden embert, aki lélek szerint akar élni, és követve ezt a lelket, maga az Isten egyesít bennünket. A Debrecen Nagytemplomi Református Egyházközség Reménysugár otthonának udvaráról köszöntöm a kedves nézőket pünkösd ünnepe alkalmából. Ebben az otthonban hajléktalanok találnak segítségre, amely az elesettek iránti felelősségvállás gondolatából jött létre. Szélfutta emberek tucatjai jönnek ide naponta, hogy szélvédett helyet találjanak maguknak, éhezve, fázva, testileg, lelkileg egyaránt. Szélvédett helyez, de csodamód lélekjárta helyé válik. Pünkösdököt hozó hely is, igazi reménysugár, amikor talán egy szürke hétköznapon személyes tapasztalattá válik az első pünköshöz kötődő jelenség, amit így ír az ige. Hirtelen hatalmas szélrohamhoz hasonló zúgás támadt az égből, amely betöltötte az egész házat, ahol ültek. A pünkösdi szélzúgás jel, az erőteljes isteni beavatkozás jele. A Szentlélek áthat, személy szerint részesít Isten ajándékaiban. Amikor Isten betölti az egész házat, akkor még a szélfutta embereket, sorsokat is átjár a lélek, és akkor lélekvédett emberekké lesznek. A Szentlélek képes megrohamozni a szívünket, lelkünket, egész lényünket, és hevesen átformál, újjáterem bennünket. A Szentlélek ajándéka az, hogy jövőt mutat a jelenben. Kellenek ma is a látással bíró emberek, mert burjánzik a látás nélküliség, a máról holnapra élés távlattalansága. Sokak életérzése, hogy az örökös alulteljesítés megfutamodáshoz vezet. És vannak fantaszták, akik látnak ugyan valamit, de nem a földön, hanem fellegekben járnak, megvalósíthatatlan tervekkel, és csodálkoznak, hogy egy skifi világ törvényszerűségei nem működnek a szürke hétköznapokban. Csak a lélekben való újjászületés segít, ezért hívjuk most is a bennünket betöltő szent lelket, meg az egész házunkat betöltő lelket. Jövel teremtő szent lélek, és híveiddel légy vélek. Szent ajándékiddal szívek újuljon és teljesedjék. Távoztasd ellenségünket, és add meg békességünket. Mindenkor vezérelj minket, utálhassuk bűneinket. Amen. Lángnyelvek ereszkedtek le, és szétoszolva mindegyikükre rászálltak. Istennek nincs más terve, mint hogy a bennünk lévő kicsiny lángot az ő szeretetének, az ő lelkének a tüzével fellobbantsa. Ezt mondta
azért jöttem, hogy tüzet gyújtsak a földön, mi más szeretnék, mint hogy lángra lobbanjon. Ebből a tűzből kapott mindegyik apostol külön-külön. Ez azt jelenti, hogy mindannyian az ő személyiségüknek megfelelően értették meg az evangélium üzenetét, és fogták föl az ő küldetésüket. Mi is most Jézus szeretetének tüzéből, szent lelkének lángjából kaptunk adományt, karizmát. Egy idősek otthona előtt vagyunk, ahol veszélyeztetett testvéreink élnek, és akik itt dolgoznak, megértették a saját életükre vonatkozóan Isten tervét. Az ő példájuk, amellett, hogy köszönetet mondunk nekik, és mindazoknak, akik az idősekről gondoskodnak, amellett bennünket is kell, hogy mozgasson a Szentlélek, találjunk rá mi is a mi karizmáinknak megfelelő küldetésünkre, és teljesítsük életünk minden napján a hivatásunkat, hiszen Istennek nincs más terve, csak az, hogy mi mindannyian megfeleljünk az ő szeretetének, képviseljük az ő szeretetét, hogy az ő lelkéből élve szent lelkes emberek, vagyis szent, Istenhez tartozó és lelkes emberek legyünk. Ebben a rendhagyó, szokatlan pünkösdi köszöntésben püspöktársaimmal olyan helyszínekről jelentkezünk be, ahol az első pünkösdre is emlékeztető módon esendő, rászoruló emberek vannak. A gyermekfejlesztő a görögkatolikus egyház fenntartásában, a hajléktalan szálló a református egyház működtetésében, vagy a katolikus öreg otthon Debrecenben, és most én itt állok Budapesten, a Szent László kórház előtt, a Délpesti Centrum kórház bejáratánál. Igen, ott, amely kórházról ezekben a hetekben, hónapokban oly sokat hallunk, ahol a covidos betegeket ápolják. Nagyon sokan szívszorongba léptek ide be, szállítják ide a mentőautók, a súlyos betegeket. Nagyon sok hozzátartozó kétségbe esve gondol arra, hogy mi történik itt. Imádkozzunk a betegekért, az orvosokért, az ápolókért, akik valóban erejüket megfeszítve tesztek meg mindent a gyógyítás érdekében. Imádkozzunk azért, hogy valóban a vigasztaló Szentlélek legyen velünk pünköskor. És ennek a pünkösdi történetnek ez a záró félmondata, hogy megteltek mindnyájan Szentlélekkel, legyen a mi ajándékunk is. Hogy a Szentlélek Isten, igen, ez a vigasztaló, bátorító, erősítő Szentlélek betölt bennünket. És ővele lehetünk egymás számára is vigasszá, így tudunk kitartóan és buzgón imádkozni, és így tudjuk kérni Isten jelenlétét nem csak a mostani ünnepen, hanem aztán a hétköznapokban is. Legyen pünkösdi imádságunk egyértelmű, egyenként és közösen is, annak érdekében, hogy gyógyuljanak a betegek, ismerjék meg minél többen az evangéliumot, és meg tudják élni az összetartozás csodáját. Áldott pünkösdöt kívánok mindenkinek!